Mint a ország, a korrupció ellenes harc román modelljét dicsérte a bukaresti munkalátogatásán Andrej Kiska szlovák államfő. Kártyagondok. Ismét leállt az egészségügyi kártyás rendszer, de a biztosítóház így is sikerként könyveli el a programot. Szorvány kollégium. 4 év szünet után ismét megnyílt Szamosardon, Máramaros megye egyetlen magyar bentlakása. Köszöntöm Önöket a híradóban! Kvórumhiány miatt nem döntött a képviselőház arról az egyszerű indítványról, amelyet a szociáldemokrata párt az igazságügyi miniszter rá Luca Pruna ellen nyújtott be. A teremben csupán 141 képviselő volt jelen, miközben a szavazóképességhez több mint 200 fő jelenlétére lett volna szükség. Az egyszerű indítványt azért nyújtotta be a PSD, mert szerintük elfogadhatatlan volt rá Luca Pruna nyilatkozata, aki azt mondta, hazudott az Európai Emberjogi Bíróságnak egy memorandum kapcsán, mert megbízott összeállítóiban. Utóbb azonban megakadályozta ennek benyújtását a tartalmára vonatkozó aggályai miatt. Az RMDS részéről felszólaló Máté András Levente sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy miután rá Luca Pruna tavasszal luxusnak nevezte az alapjogokat, most sokkal súlyosabb dolgot követett el, hazudott. Arra gondolok, miként fognak ránk tekinteni az ottani hivatalosságok és a többi tagállam. Mit fognak mondani arról, hogy a kormányunk egyik tagja, miután hazajön, azt mondja, igen, hazudtam nekik. A kvórumhiányhoz hozzájárult az, hogy a Nemzeti Liberális Párt már korábban bejelentette, testületileg távol marad az egyszerű indítvány megszavazásáról. A hiányzók miatt a napirend további fontos jogszabályainak, mint például a svájci frankos hitelek átváltását szabályozó törvénynek a megszavazása is elmaradt. Hivatalos munkalátogatáson Bukarestben tartózkodik Andrej Kiska, Szlovákia államfője. A magasrangú politikust fogadta Klaus Johannis elnök, illetve tárgyalásokat folytatott Dacian Csolos miniszterelnökkel is. A megbeszélésen a mindkét államot érintő kérdésekről egyeztettek, az Európai Uniót érő kihívások kerültek terítékre. Ezek keretében a migránsválság kapcsán Kiska úgy fogalmazott, a kötelező kvóta szerencsétlen javaslat volt. Szlovákia államfője arról is beszélt, hogy modellértékűnek és követendő példának tekinti a korrupció ellenes küzdelmet Romániában. Románia példája azt mutatja, hogy a gazdasági fejlődés és a korrupció ellenes küzdelem összefügghet, ez pedig számunkra is inspiráló. Romániáról nem csak udvariasságból beszélek ilyen szempontból, de többször is elmondtam otthon is, sokat tanulhatunk Romániától. Klaus Johannis államfő elégedetten nyugtázta a szlovák partner véleményét. Szerinte a korrupció megszüntetése létkérdés az ország számára. Nyilván, hogy elégedettséggel tölt el, hogy egy fontos európai barátunk értékeli a Romániában zajló korrupció ellenes küzdelmet. Számunkra a korrupció megszüntetése létkérdés. A szlovák küldöttséget fogadta Dacian Csolos miniszterelnök is. Ezen a találkozón olyan konkrét dolgokról esett szó, mint a munkahelyek teremtésének és a munkaerő mobilitásának a kérdése, a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági fejlesztések témaköre. Szó esett továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatását célzó programokról is. 60 napos bírósági felügyelet alá helyezte az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség Horváth Annát, Kolozsvár alpolgármesterét. Az adott időszakra alpolgármesteri hivatásának gyakorlásától is eltiltották. A DNA szerint Horváth Anna alpolgármesteri minőségében megsürgette egy üzletember ingatlanfejlesztési projektjének engedélyeztetését. A szükséges engedélyekért a DNA szerint Horváth Anna 60 bérletet kért két fesztiválra összesen 20 ezer lei értékben, amelyeket a választási kampányában dolgozó önkénteseknek ajánlott fel. Állításuk szerint Horváth Anna ígéretet tett az üzletembernek, hogy a választások után további projektjeiben is segíteni fogja. Horváth Annát hétfő este 2 órán keresztül hallgatták ki az ügyészek, miután házkutatást végeztek alpolgármesteri irodájában és lakásán is. Az alpolgármester ártatlannak vallja magát. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség közleményben reagálva jelezte, kiáll Horváth Anna mellett. Az RMDS várja az igazságszolgáltatás gyors eljárását, bízva abban, hogy egyértelműen tisztázódik az alpolgármester ártatlansága, akit addig is megillett az ártatlanság vélelme.
A szövetség úgy véli, sérti a jogállamiságot, hogy a sajtóban valósnak beállított feltételezések jelennek meg. Második napja nem működik az egészségügyi kártyás informatikai rendszer. Az egészségbiztosító pénztárak vezetői szerint, bár nem ez az első alkalom, hogy a rendszer meghibásodik, az egészségügyi kártya használatával rengeteg pénzt spórolnak meg. Csak nem teljesen megbénította az egészségügyi szolgáltatásokat az egészségügyi kártyás informatikai rendszer meghibásodása. Hétfőn a családorvosok egyáltalán nem tudták használni a rendszert, és offline, azaz papíron voltak kénytelenek kibocsátani a kórházi küldőpapírokat, illetve a recepteket, de a rendszer működésében ma is súlyos rendellenességeket észleltek. Megint baj van, mi most azt vettük észre, hogy a legtöbb betegünket a rendszer rokkantnak nyilvánítja, amit, ha nem veszünk észre, nagyon nagy hiba. Részben a beteg kikapja úgymond ingyenesen a gyógyszereit, amire nem jogosult, utána pedig én fogom megfizetni hónapok után a recepteket. A Maros megyei egészségbiztosító pénztár vezetője szerint a számítógépes rendszer működésképtelensége idején is igénybe vehető az egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyi kártya használata azonban továbbra is indokolt az egészségügyi rendszerben. Racionális okai is vannak ennek, hiszen a technikai beavatkozás nem történhet meg, míg a rendszer működésben van. De az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az országos egészségbiztosító által közölt adatok alapján bizonyos orvosi szolgáltatások ára csökkent, ebben pedig az egészségügyi kártya bevezetése is szerepet játszott. A recepteket, küldőpapírokat egyébként a rendszer megjavítás után az orvosoknak 72 órán belül regisztrálniuk kell online is. Arra, hogy mennyi időn belül sikerül korrigálni az informatikai hibát, nem kapott választ híradónk. Lezárta a vizsgálatot a Bechtel szerződés eredeti példányának eltűnése ügyében a Főváros 5. kerületi bírósága mellett működő ügyészség. Az Észak-Erdélyi autópálya megépítésével eredetileg megbízott amerikai cég csupán 52 kilométert épített meg 1,4 milliárd euróért, azaz a stráda centiméterenként 269 euróba került. A szerződést utóbb felbontották, azonban a költségek felduzzasztásának gyanúját nem sikerült megvizsgálni, mert a szerződés eredeti példánya eltűnt. Dán Sová, akkori beruházási miniszter 2013-ban tett bűnügyi feljelentést a szerződés eltűnése miatt. Az ügyészek a vizsgálat lezárását azzal indokolták, hogy a feltételezett kivizsgálandó bűncselekmények időközben elévültek, tekintve, hogy a szerződést 2003-ban kötötték. 4 év szünet után ismét megnyílt az új tanévben a Szamosardói Szorványkollégium, amely Máramaros megye egyetlen magyar bentlakása. Túlnyomó részt szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek laknak itt, mindannyiuk számára ingyenes az ellátás. Máramaros lakosságának alig 7%-a magyar, a megyében viszont ma is vannak magyar szigetnek számító települések, ilyen Szamosardó, ahol a lakosok 95%-a magyar nemzetiségű. A szótagolást gyakorolják a szamosardói Kós Károly általános iskola előkészítős diákjai, a második osztályban pedig természetismeret órán vesznek részt a gyermekek. Tanítás után néhányan az iskola közelében lévő kollégiumba vonulnak át. Hétközben ők ugyanis itt laknak, és csak hétvégén járnak haza. Szamosardón már az 50-es években is működött bentlakás a környékbeli diákok számára, ám ezt a diák létszám folyamatos apadása miatt 2012-ben bezárták. És te se kaptál jegyet, Ákos, a magyar versre? A jelenlegi igazgató viszont úgy látta, a szamosardói iskolát csak az mentheti meg, ha ezt újra megnyitják, és belekezdtek a gyerekek toborzásába. Hazajártunk a családokhoz, elbeszélgettünk velük, és olyan gyerekeket próbáltunk megkeresni, és szüleiket, akik szociálisan hátrányos családban nőnek fel, szegényebbek, szegényebb körülmények között élnek. Felajánlottuk nekik az ingyenes bentlakást, az ingyenes kollégiumi ellátást, ahol egy hétig felvigyázzuk a gyerekeket, ételt biztosítunk, meleget és tisztálkodási lehetőséget. A kollégiumban jelenleg 16 diák lakik. 8 óráig tanulunk. A tanár úr felkérdezi a napi leckénket, és utána meg, hogyha akarunk, játszhatunk még, ha akarunk, meg feljöhetünk. Többen vannak olyanok, akik ma román iskolába járnának, ha nem létezne a szorványkollégium. A diákok délutáni tanítását és mindennapi nevelését egy fiatal pedagógus házaspár vállalta el, akik saját gyermekeikkel együtt beköltöztek a kollégiumba.
Tudjuk, hogy az iskolánk elég nehéz helyzetben van, ugyanis gyereklétszámra működik az iskolánk, és már az 1-4 osztály, ezek összevont osztályok, és sajnos oda jutottunk volna, hogy az 5-8 is belekerül ebbe a kategóriába, és akkor kénytelen, kedvetlen összevonják az 5-8-at is. És abban a pillanatban, hogy az 5-8-at összevonják, ott már mondjuk az, hogy kérdésessé válik az iskolának, úgymond a léte. A Szamosardói Szórvány Kollégium teljes fenntartását a magyar kormány vállalta fel. Jövőtől leegyszerűsödik az állami támogatás igénylése azon civil szervezetek számára, amelyek szociális szolgáltatásokat biztosítanak a közösség részére. A kormány módosította ugyanis a civil szervezetek állami támogatására vonatkozó törvény módszertani normatíváit. Könnyített bürokrácia, nagyobb támogatási keret, kevesebb jogosultsági feltétel teszi egyszerűbbé az alapítványok és egyesületek támogatási lehetőségeit. Ludesen László, a gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója azt mondja, bár évről évre csökken az állami támogatások mértéke, a központi költségvetésből befolyt összegek nélkül nem tudnának tevékenykedni. Kicsivel könnyebb lesz a pályázás a civil szervezetek részére, kevesebb bürokráciával, illetve hogyha nyert pályázatok lesznek, vannak, akkor a civil szervezetek hatékonyabban tudják elkölteni a pénzeket, és nagyobb rugalmasságot ígértek a lebonyolítók. Bár ezek a változások nagy előrelépést jelentenek a civil szervezetek számára, vannak, akik annak ellenére esnek el az állami támogatástól, hogy hiánypótló szolgáltatásokat biztosítanak. A marosvásárhelyi Elfatrán Szilváne Alapítvány Átrium központjában 40 enyhén sérült fiatalt készítenek fel az önálló életre. Ez a központ nem jogosult állami támogatásra. Az állami támogatás nélkül az Átrium csak pályázatokból tudja fenntartani a szociális szolgáltatásait. Annak ellenére, hogy akkreditált, engedélyezett szolgáltatást biztosítunk, mivel ebben a szubvenciót nem tudjuk ezt sem lekérni, mivel az egyik kritérium az, hogy két megyéből, legalább legkevesebb két megyéből legyenek a jogosultak. A jövő évre szóló támogatást a civil szervezetek ez év október 31-ig pályázhatják meg. 2017-ben 28 millió lejt különítenek el a civil szféra által biztosított szociális ellátások támogatására. Székelyföld napok és emléktúra. Nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Székelyföld ünnep. 70 településen több mint 150 kulturális program várja az érdeklődőket az idei Székelyföld napokon. Hópárduc tisztelők. A Kancsenzöngán állítanak emléket Erős Zsoltnak a Gyergyószentmiklósi hegymászók. Egy évig kerül országos reflektorfénybe az a város, amelyik elnyeri a Románia Ifjúsági Fővárosa címet. A győztes település 50 ezer eurós nyereményben is részesül, amelyet a kezdeményezők, azaz a Romániai Ifjúsági Tanács, a Sér Kolozsvár Föderáció, a Pont csoport és a Román Kereskedelmi Bank ajánlanak fel. Péntekig pályázhatnak a városok a Romániai Ifjúsági Fővárosa címre, amelyet 2017 és 2018 májusa között visel majd a nyertes. Az ötlet az Európai Ifjúsági Főváros programból nőtte ki magát, amelynek győztese 2015-ben Kolozsvár volt. A jelenlegi programmal további városokat biztatnának arra, hogy befektessenek a fiataljaikba. A győztes 50 ezer eurós díjban is részesül, amelyet az egy év alatt folyamatosan hívhat le. Hivatalosan önkormányzatok pályázhatják meg ezt a címet. Viszont fontos felmutatni azt, hogy az önkormányzatot egy helyi ifjúsági struktúra, ifjúsági koalíció is támogatja, ugyanis ez egy nagyon fontos elvi kérdés, hogy olyan programokat szeretnénk látni, megvalósulni a következő években, amelyekben az önkormányzat és az ifjúsági szektor együttműködnek, és tényleg olyan valamit produkálnak, ami a helyi fiataloknak egy fontos hozadék lehet. Farkas András hozzátette, olyan programokat is várnak, amelyek országos kitekintést is nyújtanak a városnak. Ez irányban már az Ifjúsági és Sportminisztérium és több ifjúsági szervezet is elkötelezett. A tervek szerint évente meghirdetik a Romániai Ifjúsági Főváros címet, amelyre idővel kisebb városok is pályázhatnak. Részletek a kapitalatineretului.ro honlapon olvashatók.
Idén is megszervezik a Székelyföldi Napokat. A rendezvény több mint 150 kulturális programmal várja az érdeklődőket Maros, Hargita és Kovászna megye 70 településén. Láthatóvá tenni Székelyföldet. Ez a hetedik Székelyföldi Napok mottoja, amelynek részleteit közös sajtótájékoztatón ismertették Maros, Hargita és Kovászna megye vezetői. Az idei rendezvény sorozat célja, hogy a történelmi kulturális régió a maga sajátos múltjával és jelenével, sajátos értékeivel minél szélesebb körben ismert legyen, mondja Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök. Fontosnak tartom ezt az együttműködést, mert olyan kulturális értékeink vannak, amelyek természetesen hogy azonosak, és ezeket megmutatni szerintem kötelező. A bő programkínálatba intézmények és civil szervezetek is bekapcsolódtak, számos kiállítás, tárlat, színdarab, dokumentumfilm és néptánc előadás lesz megtekinthető. Ez egy jó hangulatú, majdnem két hét lesz, amikor Székelyföld egészen érzi, hogy összetart, érezzük, hogy egy helyre tartozunk, és igazából mi magunk a saját erőből, ezt lehetne akár autonómia szóként is nevezni, képesek vagyunk értéket alkotni. De a székelyföldi Orbán Balázs díj átadása és a már nemzetközivé vált grafikai biennál is sem marad el a Székelyföldi Napokról. Alkotói műhelyeknek is helyt ad, és itt az egyik legsikeresebb program az a székelyföldi grafikai biennálé. Itt több mint 41 országból érkeztek be pályázatok, és gyakorlatilag túlnőtte már a Székelyföld határát, tehát egy nemzetközi szintre nőtt fel ez a rendezvény. A hetedik Székelyföldi Napok rendezvény sorozat szerdán rajtól és október 23-áig tart. Étel különlegességek is gazdát cseréltek a gyergyószentmiklósi Kamra bőrzén. Aki például sosem evett medvehagymás gombapástétomot, az nem csak a receptet írhatta le, de egy befőttes üveg zakuszkáért vagy szilvaízért cserébe kaphatott is belőle. Közösségi oldalon alakult csoport Gyergyószentmiklóson ajándékcsere Kaláka néven. Az egyre népszerűbb és bővülő csoport célja, hogy pénz nélkül adományozás vagy csere révén cseréljenek gazdát a tárgyak. A csoport tagjai már cseréltek könyvet, vetőmagot és palántát, de az oldalon bárki felajánlhatja feleslegessé vált bútordarabjait vagy háztartási gépeit. Célja az, hogy legyen egy olyan hely, ahol találkozhatunk, vagy virtuálisan, vagy tényleg is, fizikailag is, és cserélhetünk ötleteket, gondolatokat, tárgyakat, vagy ajándékozhatunk egymásnak, úgyhogy nem kell arra gondolnunk, hogy most mennyibe kerül. A csoportban tavasszal született meg a Kamra bőrze ötlete. Medvehagymás gombapástétom, többféle zakuszka, mustárok, savanyúságok, kompótok kerültek a gazdasszonyok asztalára. Recepteket is cseréltek, ez főleg azoknak volt hasznos, akik most tanulják az eltevést, vagy most próbálkoznak újításokkal, változtatásokkal. Nézem, hogy kinél mi van, és ami megtetszik, hát én most szemérmetlenül le fogom nyúlni, és oda hívom az illetőt, hogy válasszon tőlem is valamit. Na hát így szereztem már egy orosz mustárt, ami nagyon finom, és így szereztem egy egres lekvárt. A növénytermesztés kapcsán kerültem ide, tehát a kertbe, amit végzünk, az nekifogtam, én is tanultam külföldön az ilyen, ha modern szóval mondjuk biokertészetet, de magyarán természetes házi termesztett zöldségek, bogyós gyümölcsös kert létrehozásáról tanultam. A résztvevők számára nagy élményt jelentett az is, hogy találkozhattak hasonló gondolkodású társaikkal, és az eltett finomságok mellett tapasztalataikat, ötleteiket is megoszthatták egymással. Madagaszkáron őshonos állatfajt hoztak Marosvásárhelyre. Ormányos medvékért és kanadai ludakért cserébe 11 gyűrűsfarkú makit ajánlott fel a debreceni állatkert. Gyűrűsfarkú maki a legújabb lakója a Marosvásárhelyi állatkertnek. A Madagaszkár című rajzfilmből ismeretes Julien királyt és 10 családtagját e hétvégétől látogathatják meg az érdeklődők. A játékos állatok megszerzése beilleszkedik a legnagyobb romániai állatkert elmúlt 4-5 évben folytatott növekedési stratégiájába. Ebben az időszakban szerezték be a legtöbb egzotikus állatot. Az Európai Állatkertek Szövetségének 2017-ben lehet teljes értékű tagja a Marosvásárhelyi állatkert, amely addig is kihasználja az olyan, a kandidátusi státus adta lehetőségeket, mint például ez az állatcsere is. Jelen pillanatban a debreceni állatkerttel vettük fel a kapcsolatot a gyűrűsfarkú makik miatt. Ők nagyon szívesen nekünk adták. Cserébe mi ormányos medvéket, tehát koatikat és kanadai ludakat adtunk.
Az elmúlt időszakban szinte havonta jelentkezik valamilyen újdonsággal a Marosvásárhelyi Állatkert, ahol mintegy 80 állatfajhoz tartozó 500 állat él. Mély repülésben a tigrisek, sporttal folytatjuk a híradót. A Kancsenzöngán elhunyt Erős Zsolt hegymászónak szeretnének emléktáblát állítani gyergyószentmiklósi természetjárók. Az Erdélyi Kárpát Egyesület megbízásából útnak induló csapat itt szeretne tisztelegni az első magyar hegymászó emléke előtt, aki megmászta a Csomolungmát. Két évvel ezelőtt Erős Zsolt egykori iskolája a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő gimnázium előtt avattak fel a hegymászó tiszteletére egy emléktáblát. Az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói szakosztálya hasonló emléktáblákat helyez el a Hópárduc pályájának fontosabb helyszínein. Ezúttal a Kancsenzöngára mennek, ahol 2013. májusában társával Kis Péterrel együtt eltűnt a mászó. Elsősorban Erős Zsolt előtt a tiszteletünket leróljuk. Ugye az expedíciónak ez az első számú feladata, célkitűzése, illetve másodszorban ugye hát a Himalájába elmenni egy természetjárónak, egy túrázónak az olyan, mint a gyereket, amikor beviszed a fagylaltoshoz. A gyergyói csapat közel 200 kilométeres túrát tervez megtenni 18 nap alatt. Az emléktáblát az alaptábor közelében fogják elhelyezni. Minden engedélyünk megvan rá, minden teljesen hivatalosan zajlik, és hát 4500-600 méter környékén lesz, ahol elhelyezik a táblákat. A túra alatt viszont a legnagyobb részt 3500 és 5000 valahány száz méter között leszünk a két alaptábor között. Az évek óta mászó gyergyói csapat három férfi és egy női tagja hónapok óta készül a nagy útra. Támogatójuk az Erdélyi Kárpát Egyesület mellett számos vállalkozás és magánszemély is, de velük vannak a gyergyóiak is, akik gyergyóinak érzik Erős Zsolt hegymászót. Megszerezte első győzelmét a 2018-as labdarúgó világbajnoki selejtezőn Magyarország. Bent Stork focistái 2-0-ra nyertek Lettországban, a következő ellenfél Andorra csapata lesz. Továbbra is nyeretlen a Maros Kosárlabdaklub. A Kék-Fehér Tigrisek sorozatban harmadik vereségüket szenvedték el a bajnokságban, folytatva a mély repülést. Nem tudott túllépni az anyagi gondokon a Maros Kosárlabdaklub, amelynek játékosai április óta nem kaptak fizetést. A tigrisek közül nem mindenki adott bele mindent, és Álhágyi Mohamed pályára sem lépett, így Kolozsvár simán nyert. Sajnos nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. Ezúttal elnézést kérünk a szurkolóktól, hogy egy ilyen hozzáállással, egy ilyen felállással kezeltük ezt a mérkőzést. Sajnos a belső problémák ezek a múlt héten nem óvták meg a csapatot. Majdnem egy hétig nem tudtunk rendesen edzeni. A kolozsváriaknál meglepő módon Vlad Moldov Jánu volt a legeredményesebb. A román játékos 27 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez. Számítunk arra, hogy minden meccsen valamelyik játékosunk jobban teljesít, de a legfontosabb az, hogy a csapat jól teljesítsen és tudjon nyerni. A Maros Kosárlabdaklub legközelebb pénteken lép pályára a bukaresti Dinamo otthonában, míg Kolozsvár hazai pályán játszik a Pitest ellen. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!